A szokások alapján a térség legnagyobb települése Bonyhád polgármestere vezeti az önkormányzatok társulásának munkáját. A völcség 26 ezer lakosú, ennek fele él Bonyhádon. Számos feladatot a város egyedül is el tudna látni, és finanszírozni is képes, mégis a térségi szerepvállalástól vezérelve az elmúlt időben több a térség fejlődését elősegítő kezdeményezés is volt. Filoni Ferenci Bolya, az újra választott elnök azt mondta, a völcségi újság és a családgondozás területe a legfontosabb közös feladat. Azt gondolom, hogy 25 település, aki egyben lefedi a bonyhádi járást, és közösen tud gondolkodni, együtt tud megoldani olyan feladatokat és ellátni, amelyekre egyenként, külön-külön egy-egy kis település nem volna alkalmas, sem anyagilag, sem személyi háttérrel, infrastruktúrálisan. Azt nem kell külön magyarázni, hogy ez természetesen előny valamennyi társult településnek. A völcségi települések polgármesteri tanácsa a társulás alelnökéül a korelnököt, Mőcsény polgármesterét, Krauna Lemért, míg a pénzügyi ellenőrző bizottság vezetőinek Glöckler Henniket, Mórágy polgármesterét választotta.